A nem kevésbé híres borvidék, a franciaországi Loire völgye borászai látogattak Balatonfüredre, hogy közülük többen bemutassák aktuális boraikat az Elna borbárban. A Loire-menti Saint-Florent-le-Ville egyetlen borász családja, a Chevalier család, magyar viszonylatban sem túl nagy területen, 11 hektáron gazdálkodik. De nem kevés a 11 hektár, mert egy szőlőtermelő hálózat a Terra Vitis tagjai, ahol közösen, egymást segítve a természetet és az ember tisztelő módon művelik a szőlőt. Oui, c'est suffisant, ça dépend comment on cultive la vigne et comment on la commercialise. Nálunk persze természetesen elég, hogy nagyon jó borokat csináljunk. 1000 borász van körülbelül Franciaországban, aki egy Terra Vitisnek hívják ezt a módszert, amivel ők dolgoznak, és ez a módszer teszi lehetővé, hogy nagyon jó borokat csináljanak ekkora területen is. Igazából nem hívhatjuk mi biónak a borunkat, mert nem teljesen bió, hanem ez azt jelenti, hogy 20 éve nem használunk rovarölőszereket, és 8 éve nem használunk gyomírtószereket, és igazából 10%-a a borászoknak, aki így működik Franciaországban is. Itt Magyarországon olyan szőlőfajtákat ismerhettünk meg, illetve kóstolhattunk meg, amelyek nagyon különbözőek, mint a miénk, és nagyon sok újdonságot fedeztünk bennük fel. Roland Chevalier egy francia fajta, az Anjou Gamay-ből készült borát mutatta be az Elna borbárban. Az Anjou Gamay fajtát, ezt 100 hektáron termelik a Loire mellett. Az igaz, hogy ez egy olyan fajta, ami nem annyira a Loire mellett elterjedt, hanem inkább a Beaujolais-ben, a Beaujolais területen többet találunk ebből. Plus sur la région du Beaujolais en France et qui est cultivé en Suisse. Saint-Florent-le-Ville mellesleg Tihany testvértelepülése. Tihany és Saint-Florent-le-Vieil között számos hasznosságot tagálunk, amit szeretnénk kiemelni. Gazdag építészeti, kulturális és történelmi örökséggel rendelkezik mind a két város. Gondoljuk csak az Apátságra, a Balatonra és a Loire-ra. Jelentős a turizmus és természetesen mindkét városban finom borokat kóstolhatunk. Két éve kialakult egy nagyon jó kapcsolat a Loire-menti településsel, Saint-Florent-nal, és akkor mi vendégeskedtünk náluk, és most ezt a meghívást viszonoztuk. Úgyhogy 5 borász érkezett Loire-ból, különböző településekről, és itt mutatják be nálunk a borbárban a boraikat. Más technológiákat használnak, van, aki úgy, mint nálunk, nagyon modern technológiát használ, van, aki a hagyományost. Beszélgettünk itt az erjesztésekről, feldolgozásról, szüretről. Nagyon érdekes vörösbor feldolgozási technológiát láttunk. Most az egyik kollégának a telefonján mutatta be, alól a bogyókat és a mustot gyakorlatilag a külön választják, és majdnem, hogy külön kategóriába osztályozzák. Nálunk ez ugye a feldolgozógépeken van általában rajta, ez a úgymond válogatóasztal, de ez a külön szemeket is külön válogatja. Hát ők is teleírták a füzetjeiket az itteni dolgokkal, úgyhogy ez egy oda-vissza játék, és így cseréljük az információkat.